Februári kezdéssel elindult a Ludovika Kollégium, ennek kapcsán beszélgetünk Kecskés Blankával és Dudás Márkkal, akik az LC hallgatói. Köszöntelek titeket a műsorban, köszöntöm a kedves nézőket! Én is köszöntök mindenkit! Köszönjük! Első körben arra lennénk kíváncsiak, hogy miért jelentkeztetek magába a Ludovika Kollégiumba, és milyen elvárásokat támasztottatok a program irányába előzetesen? Hát én alapvetően is a Közszolgálati Egyetemen tanulok, nemzetközi igazgatás szakon, most vagyok másodéves, és hát főleg azért jelentkeztem Ludovika Kollégiumban, mert egy hatalmas lehetőséget látok most így az egész kurzusban. Szeretném a szakmai tudásomat továbbfejleszteni, és ezt úgy érzem, hogy jelenleg a Ludovika Kollégiumon belül tudom a leginkább megtenni. Márk, nálad mi volt a motiváció? Mindig is érdeklődtem a diplomácia iránt, és úgy láttam, hogy a Ludovika Kollégium az egy olyan lehetőséget ad számomra, hogy minél jobban ki tudjam bontakoztatni azokat az érdeklődési területeimet, amik egyszerre összefűződve talán jobbá tudnak tenni engem. Első éves joghallgató vagyok, és jelenleg leginkább a nemzetközi jog és a jogbölcsület érdekel, és úgy láttam, hogy a Ludovika Kollégium keretein belül ki tudom hozni magamból e téren a maximumot. Ezekről a szakmai maximum kihozásokról meg mindenképp beszélünk, de térjünk ki egy kicsit a közgyűlésetekre, az első közgyűlésetekre, amit nemrégiben tartottatok. Maga egy ilyen közgyűlés a legtöbb ilyen szervezet, demokratikusan működő szervezet alappillére. Hogy nézett ki nálatok ez az első közgyűlés? Blanka, tőled kérdezem. Hát igen, hétfőn volt az alakuló közgyűlésünk, amit ezt követően szerdán folytattunk. Hát itt főleg megvitattuk a Ludovika Kollégium működési szabályzatával kapcsolatos további teendőket, a közgyűléssel kapcsolatban az ügyrendet fogadtuk el, ennek majd még lesznek további köre is, majd vagy ezen kívül hát még a választási szabályzattal is foglalkoztunk. És hogy néz ki egyébként ilyen közgyűlés? Ki az, aki vezeti, vagy ti határozzátok meg a témákat, amiről szeretnétek beszélni? Márk? Ez elsősorban úgy néz ki, az alakuló közgyűlés legalábbis úgy nézett ki, hogy van egy korelnök, aki a legidősebb tagja a Ludovika Kollégiumnak. A későbbiekben fogunk elnököt választani, aki pedig majd vezetni fogja az üléseket. De egyelőre egy korelnökünk volt. A korelnök pedig vezette az ülést, a szavazást, ugyanakkor jegyzőkönyv is készült az ülésről. És ugye elindult az első kurzusotok is, ami politikai kihívások elemzése címen fut. Mikről lesz itt szó, illetve mikről van itt szó, és ezen kívül milyen más kurzusok vannak még a repertoárban, így előzetes tervezés tekintve. Blanka? Összesítve három tömbösített kurzusunk lesz majd. Ugye most az elsőt a Kertész Gergely tartja, a politikai kihívások elemzése, ezt követően lesz magyar politikai eszmetörténet, valamint Magyarország, a tagállamok és az Európai Unió intézményeinek a kapcsolódásai című tömbösített kurzusunk, és hát most Kertész Gergellyel főleg érvelés technikával kapcsolatos óráink voltak, valamint döntéshozatali elméletekkel is foglalkoztunk. Itt vannak olyan témák, amikkel szívesen foglalkoznátok, és mennyire van mondjuk így beleszólásatok a magukba a tématervezetekbe, Márk? Ez egy érdekes kérdés abból a szempontból, hogy mi még a Ludovika Kollégiumnak az első évfolyama vagyunk, és valamennyire a mi visszajelzésünk most kifejezetten fontosak a programkabinetnek. Ezért a kurzusok közben a visszajelzéseink nem feltétlenül alakítják át a tananyagot, ugyanakkor meghallgatnak minket, kérdőíveket tölthetünk ki, és számítanak a véleményünkre a későbbiekben. Tudomásom szerint az LC egy fontos részét képezi ugye az egyéni karrierút kijelölése. Ezt egy korábbi Ludovika TV adásból megtudhattuk Kovács Évától, a Ludovika Kollégium programigazgató helyettesétől. Itt ajánlom a nézőknek megnézni ezt a videót. És ugye, ha jól értesültem, akkor ennek is nekikezdtetek, ennek a karrierút kijelölésnek. Ti milyen konkrét irányba terveztek majd mozogni, építkezni? Elsőként Blanka. Köszönöm a kérdést. Nekem volt szerencsém Évát megkapni mentornak. Hát első körben fél éves célokat jelöltünk ki. Engem különösen érdekel a magyar-német kapcsolatok, és ezzel kapcsolatban jelöltünk ki erre a fél évre egy közös célt, amit majd el kell érni. De hát ezen kívül nem csak ilyen intézményi célokat határoztunk meg, hanem vannak egyéni céljaink is,
vannak közösségi céljaink is, és azért is jó a program, hiszen ezáltal nem csak az egyént nézik, hanem, vagy hát igazából az egyént nézik, nem pedig külön csak a teljesítményeinket. Már te milyen irányba szeretnél mozogni? Itt ezt már említetted, hogy nemzetközi jog érdekel főként, de azért kíváncsiak lennénk. Igen, elsősorban ez az az irány, amit a intézményi célokon belül is meg szeretnék célozni. Ugyanakkor első fél évben úgy láttam, hogy a legjobb még az a verzió, hogyha csak kipróbálom magamat. Kipróbálom, hogy milyen a munkabírásom, kipróbálom, hogy milyenek a képességeim esetleg egy tanulmány megírása során. Ezért én egy olyan célt választottam, hogy egy tanulmányt szeretnék megírni a Brexit-tel kapcsolatban. És ha már Brexit, ugye itt angol nyelvterületre tévedtünk, ami szintén igen fontos hangsúlyt képezi a programnak, ugye maguk a nyelvi képzések egyaránt. Milyen formában kerül sor ezekre a nyelvi képzésekre, illetve kíváncsiak lennénk, hogy miért tartjátok fontosnak például egy közigazgatási vezető tekintetében az idegen nyelvi naprakészséget? Blanka először. Igen. Igen, ugye a kimeneteli követelmény az az angol C1-es nyelvvizsga. Nekem, hát én még nem vagyok angolból ilyen szinten, és éppen ezért beosztottak minket a nyelvi szintjeinknek megfelelően külön angol csoportokba. Hát ezek a különböző órák összesen heti 3 órában vannak, és nem csak virtuális óráink, hanem online classroomjaink is vannak, ahol lehetőséget kapunk arra, hogy külön otthon mi is még foglalkozzunk az angol nyelvtudásunkkal, ez pedig egy másik külön tanár javítja ki nekünk, és külön így szavakat tanulunk, és nyelvtant ismételjük. És igen, nagyon kis csoportokban vagyunk, és emiatt úgy érzem, hogy nagyon jól haladunk előre. És akkor már megválaszoltad a kérdés második részét, hogy mondjuk miért tartott fontosnak az, hogy például egy közigazgatási vezető, vagy valamilyen vezető pozícióban lévő ember igenis naprakész legyen idegen nyelvek terén. Úgy gondolom, elsősorban az idegen nyelvek egy nagyon jó összehasonlítási alapot nyújtanak a belügyi szférában dolgozók számára is, hiszen láthatják azt, hogy mondjuk Európa vagy a világ más országaiban bizonyos dolgok hogyan működnek, államelméleti cikkeket, folyóiratokat, vagy akár egyszerűen híreket olvashatnak idegen nyelven, ez pedig az ő szakmai fejlődésüket is segíti, úgy gondolom. És kicsit egy könnyedebb témával zárnám az egészet, hogy saját bőrömön is tapasztaltam, miként igen nehéz jelenlegi helyzetben egyetemi közösségiséget fenntartani különböző szerveződéseknél, és hogy ti az LC-nél milyen alternatív formákban próbálkoztok ezzel, illetve milyen tanácsokat tudnátok ajánlani az ilyen jellegű egyetemi közösségeknek. Elsőként Blanka ismét. Rendben. Hát alapvetően nálunk is ugye egészen nehéz megoldani, hiszen a korlátozások miatt első körben mi is online tudtunk találkozni, azonban volt egy nagyon sikeres csapatépítőnk, a Normafán, ez nagyon jól sikerült. Kirándultunk egyet, és végre személyesen is megismertük egymást. Ezen kívül a héten elindultak az Orci Parkban a közös futások is, már többünknek volt szerencséje beköltözni a kollégiumba, köztük nekem is a héten, és hát igen, szerencsére most már így tudunk így is találkozni, főleg ugye a szabadban lehet ezeket a programokat megoldani, futás, kirándulás keretében, szóval talán ez az, amit így a leginkább tanácsolnék. Így van, főleg, hogy egyre javul is az időnk, így ez egyre könnyedebb lesz. Mark, még neked valami hozzáfőzni való? Talán azt tudnám tanácsolni a többi kollégiumnak és a többi ilyen közösségnek, hogy annak ellenére, hogy jó közösségben lenni, minél fontosabb a közösség személyeit egyesével nézni, és hozzájuk odafordulni ebbe a vírusos időszakban is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok és elfogadtátok a meghívásunkat, és sok sikert kívánunk az LC-ben való munkátokhoz. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!